Üdvözlök mindenkit, a demilitarizált zónák a történelem egyik roppant érdekes fejezete, és a leghíresebb kétség kívül az Észak- és Dél-Korea között található terület, amely talán a világ egyik legfélelmetesebb helyszíne. És ez nem volna már épp elég szörnyű, kiadták 2007-ben ezt a DMZ North Korea nevű játékot, amelyet Zozótól kaptam. Na de kezdjük is el a kampányt, stílusosan Kim Jong Killer leszek, és médium fokozaton persze, és itt is lehet fegyvert választani, ugyanúgy mint a Marine Sharpshooternél semmiféle infót nem kapunk, hogy miért jobb az egyik fegyver a másiknál, mindegy, leszek a szar fegyverrel, azon odaírva nem káromkodok, ruházatot is lehet cserélni, fogalm sincs, hogy milyen küldetés lesz, úgyhogy tökéletes leszek fehér. Mindenféle tartozékot lehet kiválasztani, mindegy, de mindenből kiválasztok valamit, na. Küldetések előtt mindig vannak kisfilmek, amiket hála az éjnek sosem lehet tovább nyomni. Ajjaj, rótára mellé fogtam. Francba. Na mindegy. Szóval, összefoglalnám. Az ember tök egyedül elmegy a világ egyik legelszigeteltebb országába akciózni. És mi történik? Útközben tudja meg az utasításokat, az információkat. Könyörgöm, miféle tervezés ez? Ezt nem gondolhatták komolyan. Még itt a csónakban is hallgatja, hogy mit kell csinálnia. Nem is feltűnő, értitek, a sötétség közepén egy monitor, de mindegy. Szóval ez röhely. És miért kell egyetlen monitor? És mi a fenéért beszéli Johnny Knoxville neki? Senki nem érti, mi zajlik itt. Minden küldetés elején ez van. Könyörgöm, ezért kár monitor cipelni, ha csak hangokat hall, ezért MP3 lejátszót is elvihetne. És miért ilyen szar a kép? Könyörgöm, ez... mindegy. Szóval megérkeztem a partra, nehogy feltűnő legyek, rárakom a csónakot a szögesdrótra, hát ha észreveszi egy őr, és akkor haladjunk előre. Hát szart sem látni, úgyhogy bekapcsolom az éjjeli látásmódot. Ott már jön is az első paciens. Na, ujjajajajajaj, de ez deismerős valahonnan, hát le sem tagadhatnák, hogy ezt a játékot ugyanazok csinálták, mint a Marine Sharpshootert. Jarheadék megint alkottak, és itt is vannak rezgő hullák. Úgyhogy nem olyan bugisak mondjuk, mint a Sharpshooternél, de azért itt is rendszeresen csinálják a show műsort. Viszont itt már fel lehet venni a fegyvert az ellenségtől, ez egy nagy pozitívum. Mert szükség is volt rá, mert állandóan kifogyta mindenből. Később aztán jön ilyen gagyi sztori, hogy a Észak-Korea egy nukleáris töltetet elloptak, és ajjajjaj, hát ez borzasztó. És akkor meg kellett találnom, és most le kell fotóznom. Oké, hát azt mondom, egész érdekes küldetés, itt gondolom ez a sárga szarság mutatja, hogy honnan kell fotóznom, úgyhogy elő is kapom a gépem. És nem fogadja el, nem fogadja el, nem fogadja el. Istenért sem fogadja el soha. Most az egyszer. Értitek? Csináltam 600 képet, tök ugyanonnan, és az egyik pillanatban elfogadja, és egyszer nem. Szóval miféle kritérium alapján dönti ezt el? Itt ugyanez, ezt a halott pasast kell lefotóznom. És most, miben volt az előző kép más, mint ez? Később aztán egy másik próbálkozásnál itt ilyen ciámi ikrek lettek. Szerintem ez is érdemes lefotózni, hogy elküldeni valami bulvár újságnak. És nem fogadja el, könnyen már próbálkozom hátulról, hát ha szarúan programozva a játék, de nem. Na most. Szóval fene sem érti, hogy mi alapján dönti el a játék, de tele van ilyenekkel. Szóval itt a checkpoint, befejezni a pályát, áthaladok a sárga jelzésen. Nem tudom, hanyatszóra, megint nem, és most. Értitek, mivel volt ez külön, mint az előző pár próbálkozás? Itt az észlelési rendszere a játéknak borzasztó. Ezen kívül bugos, mint állat. Itt van ez a szerencsétlen katona, itt lövöldözünk egymást nem tudom mióta, és egyszer nem bírjuk megölni egymást. Már minden tiszta vér, annyi vér van itt a folyosó, mint az összes fűrészfilmben együttvéve, és nem bírom megölni. Úgyhogy nagyon élvezetes, ilyenkor megint kezdhetem az előző checkpointtól. És a tőlük elvett fegyverekkel egyszerűen agyrém célozni. Úgyhogy ha nem muszáj, akkor nem is veszem el tőlük. Kivéve persze, ha a mestervész puskáról van szó, mert ez néha jó szokott jönni. Bár ezt is felvenni nem mindig egyszerű. Nyomnám a tabot, és egyszer nem reagál.
Ezen kívül jó nagy fegyver. Na, vedd már fel. Hiába jelzi ki, nyom a tabot és nem csinál semmit. Szóval nézzétek, milyen hosszú ez a fegyver. Itt a hátamon van. Hát akkora, mint én. Nem tudom, hogy ez bug-e vagy nem, de elég fura. És akkor látjuk, hogy az észak-koreaiak elvitték a robbanó fejet máshová, úgyhogy vissza kell szerezni. És micsoda hihetetlen szerencsém, hogy a katonai bázison 100 méteren belül két hatalmas lyuk van a kerítésen. Észak-Korea teljesen arról híres, hogy hanyagolnák a védelmüket. Úgyhogy bemásztam ide. De nem is volt igazából nehéz eljutni a kerítésig sem, mert ezt figyeljétek, milyen őrök vannak. Nincs is fegyver a kezében, ember. Mi van veled? Túl sok mesterlövészt játszottál? És lebeg a levegőben, ezt kapjátok ki. Na mit akarsz velem csinálni fegyver nélkül? Új, célzol rám. Ó, a fejével lögdös. Ú, ez nagyon gonosz. Na és most mit csinálsz? És mi van bekemve az arcod, érted? Te vagy a védekező, ezt a támadók szokták. Na jó van, lecsaplak, nem érdekelsz. És hasonlóan veszedelmes őrrel van dolgom itt. Értitek, rakétavetővel járőrözi. Ennek kb. Annyi értelme van, mint annak Günther Gránátnak a mortírban, de se baj. Én lekaplak ezzel, nem újon. Szóval az ellenségek sík hülyék. Itt egy újabb példa, itt elkezdenek pogózni, az égvilágon semmit nem csinálnak, csak itt egymásnak rohannak. És a pályán vannak ilyen járművek. Tökre megrültem, hogy jaj, de jó, nem kell annyit gyalogolni, hát nagy szart. Nem mindegyikbe lehet csak úgy beszállni és vezetni, hanem itt például a fegyvert használtam, hát nagyon sok értelme van itt. De se baj. Na. Szóval haladok itt a robbanó fej felé. Újabb három nagyon értelmes őr egymás figyelik. Aztán később már egymás mellé álltak. Esküszöm, tényleg nem értem, hogy mi alapján dolgozzák ők ki a védekezési stratégiájukat, de haladjunk tovább. Próbálnám itt lelőni az őrt. Igazából tökéletes headshot volna, de nem igazán jön össze. Na most. Az meg ott állt. Nem is érdekelte, hogy már nem tudom, hány társát megöltem. Jó van. És aztán megtalálom itt a robbanó fejet, és nekiállok leszerelni, úgy, hogy ott áll egy mesterlövészes őr. Értitek, arra nem vették a fáradtságot, hogy csak akkor tudjam ezt leszedni, hogyha azt már előttem, de most már megszabadulok tőle. Hát nem egészen egyszerű ezzel a vacak fegyverrel, de aztán nagy nehezen összejött. És most már végre tudok autót is vezetni, hála az égnek. Bár az irányítása több, mint pocsék. Igazából ugyanolyan, mint a Marine Sharpshooter 3-nál. És át kell törnöm itt a kaput, értitek? Mi más tennék egy nukleáris robbanó feje, mint áttörni egy kaput? Hát nehogy már felrobbanjon. Tehát no risk, no fun, ahogy az angol szokta mondani. És itt egy kerítés. Úgyhogy megint lövöldözhetek. Most, hogy már van mesterlövész puskám, valamennyivel egyszerűbb. De aztán... oh, shit. Jön ez a hatalmas helikopter. Na, és ez elég keményen megfingatott. Hú, na, szóval... nem tudok tovább menni, mert ott megint egy kerítés van. Úgyhogy itt meg kell küzdenem ezzel a helikopterrel, és össze-vissza lövöldöz rám, úgyhogy be kell menekülnöm ide a kamuflázs alá. És micsoda szerencse, hogy pont van bazuka. Na, hát akkor próbálkozzunk. Az a baj, hogy... ú, hogy mozog ez? Hát nem csoda, hogy sosem találom el. Azt a micsoda technikája van. Szóval össze-vissza aláz, állandóan lelő. És természetesen a kamuflázs alól nem tudok kilőni, mert aztán ugyanúgy meghalok, és természetesen ezt a bejátszást is mindig meg kell néznem minden halál után. Sokszor a jármű is felrobban egy idő után, hogyha sokat lő bele. Ajjajjajjajjajj! Ne! Gyerünk! Dögölj már meg! Nem én, ő! Fene egyemem. Értitek, már azzal is próbálkoztam itt ezzel a gépfegyverrel lövöm le, de teljes kudarc volt. De aztán nagy nehezen sikerült lelőni, és micsoda szerencse, hogy miközben darabokra hullik, még kilőtte a kaput nekem. Köszi. Na, itt a pálya vége. Micsoda? Végig volt egy szövetséges helikopter pár méterre, és szart nekem segíteni? Hát könyörgöm, milyen dolog? Micsoda fegyverei vannak, most látom csak. Te musságos!
Később aztán tovább folytatódtak az izgalmak. Itt például át kell jutni egy borzasztó nehéz aknamezőn, azt a kutyafáját, hogy hogy nem halok itt meg. Ez nem volt semmi, azért fényezem magam. Később kapok egy társat, hát ezzel csak baj volt, mert hogyha valamiféle ellenség volt, akkor rendszeresen belém lőtt. És szerencsére megúsztam. És akkor jöjjön a következő jelenet. Vágatlanul. We're going to make a run for those trees on three. One, two, three, run! Igen, értitek? Ott van a segükben egy helikopter, és megbeszéljük, hogy futni kell, nem? Meg kell várni előtte a visszaszámlálást, értitek? Nem egyből futni a francba, nem? Egy, kettő, három, futás! Gratulálok. És akkor következő pálya, itt szépen átmegyünk a sorompon. Nem. Mielőtt csodálkoznátok, nem törtem át, egyszerűen csak áthajtottam rajta. És az a feladat, hogy szabotáljam a járműveket. Jó, akkor ezt megcsinálom. Szépen ide megyek a jelzéshez, helyezzek elrobbanó anyagot. Jó, már micsoda szerencsé, hogy pont van nálam C4, semmi baj. Ez a feladatom, ezért jöttem Észak-Koreába. Na. Ez nem jött össze. Akkor megpróbálom a másikat. Szépen aktiválom. És... semmi. Na jó van. Ahogy ismerem a játékot, az aktiválási rendszer borzasztó, úgyhogy pont ide rakom a jelzésre. Megnéztem szatellit képen is, pont oda mutat. Jó van. Tudom, hogy messze van a járművektől, de ő azt mondja, hogy oda rakjam. Rendben. És megint nem történik semmi. Már elfogyott a rohadt robbanó anyagom, úgyhogy itt megpróbálkoztam ezzel a gépfegyverrel, de... Na jó, most már kezdek tényleg ideges lenni. És nagyon örültem, hogy elfogyott a robbananyagom, úgyhogy kezdhettem a pályát megint az elejéről, de előtte jó telepakolom magam C4-gyel, végignézhetem a bejátszásokat, minden alkalommal egyre szórakoztatóbbak lesznek, és most nem szarozok. Szépen telepakolom itt az egész rohadt garást C4-gyel. Egyszer csak fel kell, hogy robbanjanak ezek. Tessék, három. Azt hiszem ez tisztes mennyiség. Na jó van, gyerünk. Semmi. Semmi nem történik. Csak azok a rohadt benzines kannák élnek, de azok is elalszanak. Tessék, most már az egész rohadt jármű köré beraktam. Amennyire csak tudtam. Semmi. Szórakozol velem? Mi? És ő mindig mondja, hogy rakjak robbanóanyagot. Tessék, már belefurrodott ez a rohadt hordó, és nem sérülnek ezek. Hát dobok gránátokat, hátha, de semmi. Mi a lószar folyik itt? Hogy robban csak fel járműveket, ha nem reagál semmire? Tessék, az egész rohadt garázs telepakoltam már C4-gyel. Ajánlom, ember, ajánlom. Nagyon ez szórakozik velem. Ez a játék hivatalosan szórakozik velem. Már neki rontok a teherautónak, hát ha... Mi a lószar? Nem tudok kiszállni a kocsiból. Kezdhettem megint előről. Már megpróbáltam ezt alatt ajtót itt felrobbantani. Na. Ez sem vezet semmire. Na jó van. Értitek, nem fogok a játéknak a csicskája lenni. Nem lehet ezeket felrobbantani, pedig azt csinálom, amit ő akart. Kim Jong-il, nyertél. Nyertél, mert nem tudom, az Istenet rohadt teherautóidat felrobbantani. Milyen páncsolozott járműveid vannak már? 8 C4-gyel nem tudtam egy rohadt járgányt felrobbantani. Hogy csinálod? Hogy csinálod? Mi a titkod? Te ne egy meg, érzik a néped, de páncsolozott járműveid vannak. Elég volt. Figyelj. Köszönjük tűzszünetet, gyerünk, virtuális készfogás. Szent Bibliámra esküszöm, hogy soha többet nem játszom ez a rohadt játékkal, csak mondd meg a titkot. Hogy mondjátok meg ti, ha tudjátok, hogy kell felrobbantani ezt a szart, az a nyomban újra felinstalálom ezt a mocsok játékot, és megkapja Kim Jong-il.